Köszöntöm a nézőket, a Pannon Televízió híradóját látják. December 27-e van, János névnapja, a Szent Család ünnepe. 779 éve Julianus Domonkos szerzetes hazaérkezett, miután magyarokat talált a Volga vidékén. 92 éve meghalt Alexander Gustav Eiffel, az Eiffel-torony és a nyugati pályaudvar tervezője. Most pedig nézzük a nap legfontosabb híreit, először csak röviden. Vučić szerint a letartóztatások elpolitizálása politikai népmese. Rendkívüli ülést tartott a tartományi kormány a rendőrségi akció miatt. 2050-ig 1,5 millióval csökken Szerbia lakossága az ENSZ felmérése szerint. Hírszerzési értesülések alapján karácsony és újév között terrortámadások lehetnek Bécsben. Tovább folytatódik a bűnözés elleni harc, nyilatkozta Nebojša Stefanović. Szerbia belügyminisztere nyomatékosította, a szombatra virradóra történt akció csupán a kezdetét jelenti annak az átfogó műveletnek, amely jelenleg is folyamatban van. A tárcavezető leszögezte, több szálon nyomoznak, és hamarosan pont kerül számos korrupciós ügy végére. Alexander Vučić kormányfő elismerte az illetékes szervek odaadó munkáját, de nem kívánt bővebben reagálni az általa törvényesnek ítélt intézkedésekre. A pénteki és szombati nagyszabású rendőrségi akciót követően a belgrádi felsőbíróság szombat éjszaka vizsgálati fogságokat rendelt el. A korrupció ellenes letartóztatás sorozatban 80 személyt állítottak elő. Ezek közül 22-en tartományi tisztségviselők voltak, néhányan jelenleg is funkciót töltenek be. A gyanú szerint közel 436 millió dinárra rövidítették meg a tartomány költségvetését. A többi között Bilicki Zoltán adai polgármestert azért tartóztatták le, mert az adai vezetés a község Tiszaidjának építése során duplán kifizette a munkálatokat végző Intermost céget. Zorana Markovic, a korrupció ellenes ügynökség volt vezetőjének a csuklóján, azért kattant a bilincs, mert hivatali ideje alatt egy belgrád ingatlan vásárlásakor egyoldalúan a saját előnyére módosította a vételi szerződés devizaletétére vonatkozó szakaszát. Slobodan Milosavljevic volt mezőgazdasági minisztert, Dusan Protić egykori mezőgazdasági segédminisztert és Zoran Radoman jelenlegi tartományi pénzügyi titkárt szervezett bűnözésben való részvétel alapos gyanújával vették őrizetbe. A kihallgatások vasárnap is folytak. Később eldöntik, hogy kit tartanak fogságban, és ki az, aki szabadlábon védekezhet. Egyelőre az összes gyanúsítottat 48 órás őrizetben tartják. A szerbiai bűnügyi rendőrség igazgatóságának illetékes elmondta, korrupcióval, pénzmosással, hivatali pozícióval való visszaéléssel, okirathamisítással, csúszópénz adásával és elfogadásával kapcsolatban nyomoznak. 4 szemét még mindig keres a rendőrség. Nebojša Stefanović belügyminiszter közölte, az eddig őrizetbe vettek mellett még 39 személy ellen tettek bűnvádi feljelentést. Őket 2,1 milliárd dináros károkozásával gyanúsítják. Az üggyel kapcsolatban Alexander Vučić is megszólalt. Szerbia miniszterelnöke úgy fogalmazott, a letartóztatások elpolitizálása politikai népmese, ám a tények másról árulkodnak. Akit őrizetbe vesznek, az ártatlannak vallja magát, és mindig lesznek olyanok, akik megpróbálják elbagatellizálni a komoly nyomozást, vélekedett a kormányfő. Az ellenzék szerint politikai leszámolásról van szó, mert egyetlen haladópárti tisztségviselő sincs a letartóztatottak között. Vučić a vádakra reagálva elmondta, a tények és az eredményes rendőrségi munka fontosabb az egymásra mutogatásnál. Ne bih da komentarišem to što rade nadležni organi institucije, to je njihov posao, želim im uspešan rad. Želim im da narod ima poverenje u to što rade, da rade uvek u skladu sa zakonom, da se zakonom rukovode. Az illetékesek közölték, nem gyakoroltak nyomást a rendőrség munkájára, és nem egy légből kapott akcióról van szó. Rasim Jajić reméli, hogy az őrizetbe vettek mielőbb törvényszék elé kerülnek. Szerbia kormányalelnöke úgy véli, a politikának nem kellene belefolynia a belügyi szervek munkájába.
Politikai üldöztetésnek nevezte Bojan Pajtitja a tegnapi 80 letartóztatást. A tartományi kormány rendkívüli ülése után a kormányelnök azt mondta, szégyen, hogy szórakoztató műsort csináltak azoknak az embereknek a letartóztatásából, akik eddig mindig eleget tettek a hivatalos szervek idézésének. A szerb haladó párt tüntetést szervezett a kormányülés idejére. Szerintük a demokraták visszaélnek a tartományi kormány intézményével. Rendkívüli tartományi kormányülést hívott össze vasárnapra Bojan Pajtić tartományi kormányelnök. Véleménye szerint erre azért volt szükség, mert előző nap letartóztatták Zoran Radoman pénzügyi titkárt és Miroslav Dunyić mezőgazdasági segédtitkárt. Pajtić az ülés után azt nyilatkozta, azt kéri, hogy a tegnap letartóztatottak esetében tartsák tiszteletben az ártatlanság vélelmét. Mi insistiramo na tome da se poštuje integritet tih ljudi koji su privođeni uz lisice za nešto za što su sumnjičeni da se dogodilo 2004. godine. Tražimo da se poštuju njihova ljudska prava, tražimo da se politički ne manipuliše onim što je pravni sistem, što je pravni postupak, a politička manipulacija vidi se po tome što potpredsjednik Srpske napredne stranke drži konferenciju za štampu ispred pokrajinske vlade, iako pokrajinski sekretar i pomoćnik pokrajinskog sekretara koji su juče privedeni, su privedeni zbog navodnih krivičnih dela koja su se dogodila kada oni apsolutno nisu bili ni deo pokrajinske administracije. A tartományi képviselőház épülete előtt tartott tüntetésen Igor Mirović, a szerb haladó párt alelnöke azt mondta, hogy a rendkívüli tartományi kormányülés összehívása a csúcspontja annak, ahogy Bojan Pajtić visszaél ezzel az intézménnyel. Véleménye szerint a Demokrata párt elnöke a tartományi kormányt ügyvédi irodává, földműves szövetkezetté, magánvállalattá, pártszékházzá alakította. Cíl ove organizované destrukcie zapravo da se sakrije istina o Vojvodini, koja iz dana u dan izlazi na svetlo i cíl je istovremeno da se zaštite svi oni koji su činili zloupotrebe, a kao što znate zloupotreba u pokrajini je bilo, nisu male i o tome smo govorili minulih godina. Cilj je da se dalje proizvode sukobi pokrajinske i centralne vlade, da se Vojvodina uvede u polje nestabilnosti. Mirović szerint márciusban vagy áprilisban ez a helyzet meg fog változni, mivel biztosabban, hogy a szerb haladó párt kerül majd hatalomra Vajdaságban. Vajdaság Szerbián belüli autonóm tartomány és nem az állam ellensége, nyilatkozta Ivica Dačić. A szerb szocialista párt elnöke Újvidéken hangsúlyozta, ha pártja az eddigi években nem intézkedett volna, akkor Koszovó státusához hasonlóan Vajdaság sorsa is nemzetközi kérdés lenne. A pártvezető egy egységes ország létrehozását tartja legfőbb feladatának, és megköszönte a tagok és kollégái odaadó munkáját. Dačić a szerbiai szocialista párt 25. születésnapi ünnepségén megkérte eddigi koalíciós partnereit, hogy a következő választásokon is együttesen induljanak. Csökkent a munkanélküliség Szerbiában a harmadik negyedévben. Az állástalanok aránya 16,7%-os volt, 1,4%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban, mondta évértékelő sajtótájékoztatóján Alexander Vulin, munkaügyi és szociálpolitikai miniszter. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint az országban november végén 717.324 munkanélküli volt, ez pedig csaknem 22.000 fős csökkenés jelent. A munkaképes korú lakosság foglalkoztatottsága 53%-os, összesen több mint 2.600.000-en dolgoznak, nyilatkozta a miniszter. Nincs mi zadovoljni ovom stopom smanjenja nezaposlenosti. 16,7% je za nas ogromna, ogromna brojka i veliki procenat nezaposlenosti. Ali jeste značajno manje u odnosu na ono što smo zatekli kada smo preuzeli odgovornost za upravljanje ovom zemljom. Podsjetit ću vas, tada je bilo 25,6%. Po istoj metodologiji, na osnovu istih parametara i na osnovu istih podataka. Nyílt levéllel fordult a Szabadkai Önkormányzathoz a Földműves Társulás. A szervezet azt fájlalja, hogy a 2016-os költségvetésben egyetlen dinárt sem szánnak mezőgazdasági célokra, miközben a városi politikum rendre az agrárium fejlesztéséről beszél. A Miroslav Kis igazgatóbizottsági elnök által aláírt levélben azt is kifejtik, idén még a mezőgazdasági és falufejlesztési stratégiát is elfogadták, mégsem fordítanak pénzt a célok elérésére.
kivezetésére a mezőgazdasági tevékenységeket kizárólag a gazdák és a falusi lakosok finanszírozzák. A Földműves Társulás nyílt levelében az áll, követelik a szabadkai polgármestertől és a városi képviselőtestület tagjaitól, hogy a jövő évi költségvetés legalább 1%-át fordítsák mezőgazdaságra. A Szerbiában kapható háziborok jó minőségűek, a pálinkák már kevésbé. Ez derült ki a mezőgazdasági minisztérium felügyelőinek elemzései során. Az ellenőrök a piacon kapható háziborokra összpontosítottak akciójuk során. Összesen 25 termelő borát vizsgálták meg. A jelzetnél kevesebb etanol miatt két termék nem felelt meg a minőségi előírásoknak. Az érzékszervi jellemzők figyelembevételekor pedig egy kivételével minden termék több mint 70 pontot kapott, ami jó tulajdonságokról tanúskodik, közölte a tárca. Mintát vettek 20 pálinkából is. Megállapították, hogy 11 termék címkézése nem megfelelő. 3 pálinka nem csak gyümölcsből származó etanolt tartalmazott, tehát cukrot vagy finomított etanolt adtak hozzá. 5 minta pedig nem felelt meg a minőségi előírásoknak. A munkát a minisztérium részéről is akkreditált laboratóriumok végezték el. A rendőrség fokozta a biztonsági intézkedéseket Bécsben, miután hírszerzési értesülések szerint karácsony és új év között terrortámadásokra lehet számítani az osztrák fővárosban, közölték a bécsi hatóságok. A figyelmeztetés a potenciális merénylők nevét is tartalmazta, de a nyomozás eddig nem vezetett eredményre. A fenyegetésekkel kapcsolatban az osztrák titkosszolgálatok is segítik a belügyi szervek munkáját. Az osztrák hírszerzés hozzájutott egy térképhez, amelyen a bécsi városháza, a Hofburg palota, a Városliget és a Stefanplatz van bejelölve. A dokumentumnak köze lehet Salah Abdeslamhoz, aki a párizsi terrortámadások egyik még szökésben lévő elkövetője. Az osztrák belügyi szervek információi szerint a merénylő két társával a francia fővárosban történt mészárlás előtt egy hetet Ausztriában töltött. A nemrég felkutatott bizonyítékok alapján az osztrák belügyminisztérium úgy véli, az iszlám állam következő célpontja Bécs lehet. Feltételezések szerint a dzsihadisták robbanó szerkezettel vagy lőfegyverekkel tervezhetnek merényletet elkövetni. A vélt fenyegetések miatt a bécsi rendőrség fokozta a biztonsági intézkedéseket a városban. Az illetékesek magasabb szintű készültségbe helyezték a készenléti állományt és fokozták a közterek megfigyelését. A robbanóanyagok szállítására alkalmas járművek ellenőrzését is szigorítják. A Pannon RTV bécsi tudósítója szerint az illegális bevándorlók között is rejtőzhetnek terroristák. Fetes Kata elmondta, hogy főképp azok a migránsok jelentenek veszélyt, akik ismeretlen okokból megtagadják a regisztrációt. A közvélemény szerint sem lenne meglepő, ha az állam területére érkező idegenek között radikális rosszakarók is lennének, hiszen a párizsi vérengzés óta a szélsőséges szervezetek már az osztrákokat is megfenyegették. Folyik még a feltételezett terroristák felkutatása, illetve hát azoknak az előállítása. A hatóságok még intézkednek ebben az ügyben. Szerencsésen megúsztuk Bécsben a 6-7 karácsonyi vásárt minden különösebb atrocitás nélkül, és hát itt is azért tömegek jelentek meg. Változatlanul számítanak arra, hogy lesz valami. Az Ausztriát előzönlő menekült hullám növelte a lakosság aggodalmát, ezért az osztrákok egyre határozottabb politikai választ várnak a koalíciós kormányuktól, amelynek idén több mint 3-szor annyi menekült elhelyezéséről és integrációjáról kell gondoskodnia, mint tavaly. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Ma van a Szent Család vasárnapja. Napsütést hozott december utolsó hétvégéje Vajdaságban, a világ több táján ítéletidő pusztít. Egyre nagyobb mértékben csökken Szerbia lakosainak száma. Az ENSZ felmérése szerint 2050-ig 1,5 millióval kevesebben élnek majd az országban. Ennek fő oka, hogy sokan külföldön keresnek munkát és családot is alapítani, ott terveznek. A szakemberek szerint amennyiben ez a tendencia tovább folytatódik, akkor Szerbiában 2100-ra
40%-kal is kevesebben élnek majd. Ház eladó. Ilyen táblával egyre többel találkozhatunk Vajdaságban és Szerbiában is, mivel sok fiatal a családalapítást és a jövőt külföldön képzeli el. A szabadkai csapó Stella szülei több mint 2 éve Németországban dolgoznak. Szavai szerint a Szerbiában tapasztalható rossz gazdasági helyzet nagyon megnehezíti a fiatalok jövőjét. Ezért nem csak a családalapítás, hanem a megélhetés is nehéznek bizonyul. A fiatalok nem tudnak tervezni, nem mernek vállalni kockázatokat, nem mernek újabb lépéseket meglépni. Gondolok itt házépítésre, munkahelyváltásra, mivel nagyon sok teendőjük van, nagyon sok időt elvesz nekik ugye a különböző munkájuk, amiért nem kapnak megfelelő, tehát nem kapnak megfelelő fizetést azért a munkáért, amit végeznek. A fél éve Angliában dolgozó Ábrahám Szabina telefonon azt mondta, hogy ő külföldön képzeli el a jövőt. Szeretnék családot alapítani, és azt hiszem, hogy itt tényleg vannak lehetőségek, ugyanígy, hogyha szeretnék házat is venni, egy biztos munkahelyet tudok biztosítani, ezáltal elém tárol a lehetőség, hogy akár egy kreditet is fel tudok venni, és nem okoz problémát kifizetni a részleteket, mint ahogy otthon, amennyiben ugye szeretnénk egy ilyen hitelen gondolkozni, az bizony nehézséget okoz az embereknek. De nem csak a vajdasági magyarokat érinti a fogyatkozás. Szerbiában minden második családnak mindössze 1 gyereke van. A családok 40%-a 2 gyereket vállal, és csak 7%-uk 3-at. Ennek egyik oka, hogy a nők egyre nehezebben tudják összeegyeztetni a munkavállalást és a családalapítást. Žene često kada su u reproduktivnom dobu ne mogu da dobiju posao, zato što im se na intervjuima za posao postavljaju pitanja da li imaju decu, da li planiraju porodicu, do toga da kada ostanu u drugom stanju, uglavnom im poslodavac, odnosno često im poslodavac čestita jednim lepim otkazom. Tretman u porodilištu kakav ima je onakav kakav ne bi trebao da bude, a kada ta deca napune godinu ili dve, na nivou cijele države ne postoji sistemska podrška. Az ENSZ adatai szerint a Szerbiában tapasztalható lakosságcsökkenés további 47 országot érint. Főleg európai államokról van szó. Az előrejelzések szerint 2050-re jelentősen, 2100-ra pedig drasztikusan csökken majd az európai lakosság száma. Ma van a Szent Család vasárnapja. A Szűz Mária, Szent József és Jézus Krisztus alkotta Szent Családot ünnepli a katolikus egyház, példaként állítva a mai családok elé. Ezt az ünnepet 13. Leó pápa szorgalmazta annak érdekében, hogy megerősítse a meggyengült családeszményt. A kis Jézus már megszületett, azonban az ünnepek még nem értek véget. Karácsony utáni első vasárnap a Szent Családot értetjük. A palicsi Szent Orpán pápa templomban is ünnepi misét szolgáltattak a Szent Család tiszteletére. Ez egy nagyon szép ünnep, a család véget, még hát már ha visszagondolunk a Jézusira, hogy a Szent József mennyire becsületes és jó ember volt. A kis templom teljesen megtelt. A hívek örömmel kapcsolódtak be a Szent misébe. Örülünk annak, hogy az így történt, és mi is ezt a hangulatot, ami tulajdonképpen most itt majd jelen lesz a templomba, szeretnénk hazavinni, és örülni ennek. Leisz József, palicsi plébános szerint ez egy üzenet a mai világnak és a családoknak, hogy változtassanak életmódjukon. Ez a Szent Család a betlehemi istálóból tulajdonképpen nekünk egy nagy üzenettel van. Éljetek úgy, hogy az életetek legyen megjutalmazva az emberektől, tisztelettel, és meg legyen jutalmazva Istentől az örökké tartó boldogságban. Az ünnep ráirányítja a figyelmet a családi élet lényegére, megmutatja, milyen szeretetteljes a családban a nevelés, amelyet semmi más nem helyettesíthet. Ne veszítsük el a családokba vetett bizalmat, hangsúlyozta Ferenc pápa a családok szentévi találkozóján a Szent Péter Bazilikában bemutatott misén. Az egyházfő olasz és külföldi családokkal találkozott a Szent Család vasárnapján. Ferenc pápa beszédében kiváltságos helynek nevezte a családot, amely elsőként tanítja meg az embereknek a megbocsátás örömét. A családnak erre a missziójára a világnak és az egyháznak is szüksége van, mondta az egyházfő.
Jól tette, aki kihasználta a mai napsütést, az elkövetkező napokban ismét szürkés, ködös időre számíthatunk időnként szitálással. Érkezik a lehűlés is, éjszakánként számíthatunk fagyokra, azonban havazásra egyelőre nem, az előrejelzések szerint. A váratlan szép időben sokan sétáltak Palicson, ahol délelőtt 4 Celsius fokot mértek. Napsütés, kellemes idő. December utolsó vasárnapján szinte tavasziasra fordult időjárásunk. A napfény kicsalogatta az embereket a szabadba, megtelt a palicsi sétány is. Egy kis sétával töltjük el. Kijövünk a partra egyet sétálni, és akkor gyönyörködünk benne. Egyesek már hiányolják a havat, de kihasználják a kellemes időt, amíg lehet. Örülünk neki, hogy ilyen idők vannak. Hát most lehet, hogy az egészségre nem olyan jó. Néhányan azt mondják, a hóesés szép, azonban csak azoknak, akik síelni szeretnének. Egyébként a napsütés télen is kell. Nem azt tudom, hogy mislim, hogy szemben, hogy úzsíva vreme, fantasztično, i kao bogom dan poklon za ove predstojeće praznik. Vrlo sam zadovoljna zbog toga. Az elkövetkező napok ugyan esővel is ködfelhővel telnek majd, azonban hóesésre egyelőre még nem kell számítani. Szerdától az éjszakák egyre fagyosabbak lesznek, és a nappali felmelegedés is gyengül. A 2016-os év első napján reggel helyenként akár -10 fokot is mérhetünk majd a térségben. Vajdaságban azonban ilyen hideg még nem várható. Az előrejelzések szerint szilveszter napján napsütés, másnapján pedig gyenge esőzés várható Szabadkán is környékén. 31-én a hőmérséklet -5 és +1 Celsius fok körül alakul majd. Több mint 250 helyen adta ki árvízriasztást Nagy-Britanniában vasárnapra virradóra a napok óta tartó heves esőzés miatt. Anglia és Wales északi térségeiben több városrészt is elöntött az ár. Eközben az Amerikai Egyesült Államokban tornádók pusztítottak, amely során legkevesebb 25-en életüket vesztették. Csónakokkal mentik az embereket Manchester Rochdale nevű negyedéből. Sok helyen derékig ér a víz. Többen homokzsákkal próbálják védeni vagyonukat. Az angliai nagyvárost az elmúlt hetekben már harmadszor önti el az áradat, ám a mostani helyzet a legsúlyosabb. A meteorológusok szerint a legkritikusabb helyeken szombaton csaknem annyi eső esett, mint amennyi egy hónapban szokott. Nagy-Britannia az utóbbi évszázad legmelegebb és legcsapadékosabb decemberét éli. A napközben mért csúcshőmérséklet 16-18 fok között alakul, míg az éjszaka mért legalacsonyabb hőmérséklet szintén meghaladja az ilyenkor megszokott nappali maximumokat. A hetek óta tartó áradások az első becslések szerint eddig legalább 500 millió fontos kárt okoztak az országnak. Ezen az amatőr felvételen az látszik, ahogy a tornádó felborít egy az autópályán közlekedő több tonnás tehergépkocsit az Amerikai Egyesült Államokban. A karácsonyi ünnepek alatt több tíz hasonló méretű szélvihar pusztított Texas, Dallas, Indiana és Mississippi területein is. A katasztrofális természeti csapásokban legkevesebb 25 ember életét vesztette, több millióan pedig áram nélkül maradtak. A szakemberek szerint a tornádó kialakulásáért a szokásosnál melegebb időjárás okolható. Az átlagosnál melegebb tél Oroszországban is gondokat okoz. Sok helyen a napi maximum hőmérséklet a 8-10 Celsius fokot is eléri. Emiatt az ilyenkor zsúfoltságig telt szabadtéri korcsolpályák egyszerűen meg sem nyitottak az oda látogatók előtt. Szakértők szerint Oroszországban háromszor nagyobb mértékű a globális felmelegedés, mint a Föld többi részén. Ennek eredményeként az elmúlt évben minden eddiginél több, összesen 569 természeti csapás sújtotta az országot. Több mint 100 000 embernek kellett elhagynia otthonát az El Niño természeti jelenség okozta áradások miatt Paraguayban, Argentínában, Uruguayban és Brazíliában. A négy ország egymással határos vidékein az utóbbi napokban heves esőzések voltak, amelyek elsősorban Paraguayban jártak súlyos következményekkel. Az ENSZ meteorológiai világszervezete szerint idén az utóbbi 65 év három legerősebb El Niño jelenségének egyikével kell számolni. Kínában mától hivatalosan is véget ért több mint 30 év után a csak egy gyermeket engedélyező családpolitika. Életbe lépett az a törvény, amely ezentúl két gyermek születését is lehetővé teszi a pároknak mindenféle szankció nélkül. Erről a hatalmon lévő kínai kommunista párt döntött még októberben. Kínában 1979-ben vezették be a szigorú csak egy gyermeket engedélyező családtervezési politikát, hogy lassítsák a népesség növekedés ütemét.
szemét. Korábban kényszerabortuszokat is végrehajtottak, és súlyos szankciókkal sújtották a második gyermek születését. Ez alól csak a nemzeti kisebbségek voltak kivételek, valamint a falusi háztartások, amennyiben az első szülött gyermek lány volt. A születésszabályozásnak ez a módja számos hátrányos társadalmi következménnyel járt, például romlott a nyugdíjasok és az aktív keresők közötti arány, előregedett a lakosság és felborult a nemek aránya is. Ezeken javítana most a kínai hatalom azzal, hogy engedélyezi két gyermek vállalását. Minimális 66-65-ös vereséget szenvedtek a Spartacus kosárlabdázó női a Verset csapatától az első liga tegnap esti mérkőzésén. A hajrában 3 pontos verseci vezetésnél a szabadkai együttes egyenlíthetett volna, de elkapották a lányok a lehetőséget, míg a vendégek Rádovics révén 4 másodperccel a vége előtt tovább növelték előnyüket. A Dudaszóval egyidejűleg a Spartacus 3 pontost ért el, de ez csak a minimális vereséghez volt elegendő. A hazai együttes legeredményesebb játékosa a 16 pontos Radulovics volt, Szuturovics 14, Pavlov 13 pontot ért el, míg a verseciek soraiból Csorda 18 pontig jutott. A ligát a Radivoj Korács vezeti, a Spartacus 5. A Spartacus férfi együttese az alsóházi rangadón 75-71-es győzelmet aratott Jagodinán, a város nevét viselő csapat otthonában. Ezzel a 2 ponttal a szabadkai együttes elmozdult a kiesést jelentő 13. helyről, és a 12. pozícióból várja a január 9-i folytatást. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Vučić szerint a letartóztatások elpolitizálása politikai népmese. Rendkívüli ülést tartott a tartományi kormány a rendőrségi akció miatt. 2050-ig 1,5 millióval csökken Szerbia lakossága az ENSZ felmérése szerint. Hírszerzési értesülések alapján karácsony és újév között terrortámadások lehetnek Bécsben. Ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, a pannonrtv.com-ra, ahol riportjainkat, műsorainkat is visszanézhetik. Szép vasárnap estét kívánok, viszontlátásra!